Hát számunkra is értetetlen a történet végig is. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben megvoltak azok a lehetőségek, amiből esetleg gólt-gólokat lehetett volna szerezni. Sajnos nem tudtunk élni ezekkel a lehetőséggel, és utána egy bosszantó hibát követtünk el. Ennyire szabadon nem maradhatott volna a játékos. Ugye nagyon elrohantuk a játékot, nem volt meg a középső védekezésünk, és egy 1-0-es vezetéssel jött be az MTK a szünetbe. Szünetben próbáltuk megbeszélni azokat a dolgokat, meg változtatni egy kicsit a játékon, ami segíthetett volna azon, hogy előrébb tudjunk menni, és gólt tudjunk szerezni, de hát elég gyorsan kaptuk a gólt. Ugye volt egy 11-es, amit a Dávid hárított, utána jött a gól, és utána, ahogy elnéztem, a játékunk teljesen szétesett. Ott már próbáltunk mindent, esetleg, hogy új játékosok jönnek be, de ez a mai nap, ez nem volt a mi napunk igazán, én úgy gondolom. Ugyanazok a játékosok vannak, ugyanabban a rendszerben játszunk, viszont nagyon nehéz dolgunk volt az előszezon során, hiszen csak egy mérkőzést tudtunk játszani. Most is lehetett látni talán az első 10-15 percben, hogy picit tompábbak voltunk, inkább a Kisvárdának voltak lehetőségei, de végig küzdöttünk a mérkőzésen, és nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy sikerült jó eredményt elérnünk. Nyilván a Puskás elleni teljesítmény után is azt mondtam a srácoknak, hogy büszke vagyok rájuk, de ott nem sikerült jó eredményt elérni, most viszont igen, tehát nagyon boldogok vagyunk.